Angliából indult az a nemzetközi mozgalom, amely a daganatos betegségekben szenvedők emberi méltóságára, az őket ápolók munkájára hívja fel a közvélemény figyelmét. A jelképévé a Narcisz választó kezdeményezéshez 2007-ben csatlakozott Magyarország. Az emberi méltóság, ahogyan a tölgyfa élni akarása is, erősebb a szenvedésnél, az elmúlásnál. A méltóságot nem pusztíthatja el a gyógyíthatatlan betegség, csak a reménytelenség. Az emberi méltóság ott kezdődik, amikor felismerjük és elfogadjuk, hogy életünk része az elmúlás. A narciszok a remény nemzetközi jelképei. A szenvedők a segítséget és ápolást igénylő betegek reménye. Emlékeztetnek bennünket az e világtól való búcsúzás nehéz időszakára. A rákbetegség évtizedek óta a vezető halálok ok egyike, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon. Mindenkinek joga van a testi, a lelki, a fizikai egészséghez, de van, amikor ez a szervezetünkben gyülemlő betegség, akár a daganat következtében mindent megváltoztathat. És úgy érezhetjük, hogy az az igazságtalanság, ami velünk, vagy szeretteinkkel, családtagjainkkal történik, arra nem vagyunk méltóak. Annál mi sokkal többet tettünk az életben, annál mi sokkal többet tettünk közösségeinkért, szeretteinkért, de mégis, amikor utolérhet valakit ez a fájdalom, ez a szörnyűség, akkor óhatatlan, hogy számot vet az életével. És óhatatlan, hogy számot vet a körülötte élők, a családtagok, a közösség tagjaival, elszámol akár a legvégsőkig, akár számításba veszi azt is, hogy talán nincs tovább. És ezekben a felismeréshez kötődő pillanatokban, hogy van egy kinyújtott kéz, van egy reményteli sugár, egy fénysugár, ami nem hagyja az embert magára, és eljön az az üzenet, hogy senki sincs egyedül. Eljöhet az a gondoskodás is, ami akár a megbetegítő testi, lelki, fizikai fájdalmat akár a gyógyulás irányába is terelheti. A Rákbetegek Országos Szervezetének karcegi klubja évente többször is szervez olyan alkalmakat, amelyeken nem csak a klub tagjai, hanem civilek is részt vesznek. Ilyen például az őszi narcisz ültetés. Tavaszi összejövetelük zárásaként a tavaly elültetett és már a kivirágzó narciszokat szedték le, és vitték el az idős otthonba, mint a reménység virágait.